ismét az iskolakezdés előtt álló családoknak segített a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat szekszárdi csoportja. A szervezet ugyanis már harmadik éve oszt szeptember előtt ruhaneműt, háztartási eszközöket, ágyneműt és élelmiszeradományt, hogy ezzel támogassák a nehéz helyzetben élőket. 200 rászoruló családnak és nyugdíjasnak segítenek rendszeresen, mondja Hess Zoltánné. Jövő hónapban, augusztusban már nagyon intenzíven fogunk tanszereket is gyűjteni, mert arra készülünk, hogy még a hónap végén, mielőtt megkezdődik az iskola, tanszercsomagokat is készítünk a segítségre szoruló családoknak. Ezeket a segítségkéréseket írásba lehet leadni nálunk. Legkésőbb augusztus 15-ig fogadunk ilyen kérelmeket. Az akció eredményességét jól mutatja, hogy 2022-ben 210 szekszárdi kisdiáknak tudott tanszercsomagot összeállítani a csoport, azonban ahhoz, hogy utóbbi idén is megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre, a lakosság támogatására is szükség van. Bárki behozhat ide hozzánk, leadhat akár olyan eszközt, ami megmaradt és nem lett felhasználva, vagy pedig olyat, ami még jó állapotú és még hasznosítható. Ez mellett augusztus 23-tól 26-ig fogunk gyűjteni áruházba is a szokásos módon. Nagyon jó szívvel adakozik a szekszárdi lakosság. Az osztások mellett a csoport egész nyáron gyűjti a tanszereket. Emellett örömmel fogadnak olyan taneszközöket, amire a családokban már nincs szükségük a gyerekeknek, mondja a vezető. A támogatottak köréből például nagy a kereslet az iskolatáskákra, tolltartókra, festékekre, filckészletekre, de ezek mellett még bármit örömmel fogadnak, mert biztos, hogy minden beérkező adomány gazdára talál.